Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, Celldömölkön vagyunk a vasútállomáson, és itt mögöttem ilyen kis vasúti kiállítás található korabeli vasúti járművekről. Egyébként egy kedves barátom szintén vasúti kiállítására megyünk, Fábián Laci, aki ilyen vasúti relikviákat gyűjt, és most lesz a megnyitója a kiállításának, ami az első napokban még vasútmodellekkel is ki fog egészülni, és most a megnyitón pedig előadásokat is meg fogunk tudni hallgatni vasúttörténeti témákban, de ennek a videónak most nem ez a témája, ennek a videónak ez a mögöttem látható ilyen mini vasúttörténeti park a témája, ugyanis annó itt kialakítottak egy ilyen kis emlékhelyet a régi vasúti járműveknek, és ezt fogjuk megtekinteni. Celldömölk egyébként korábban Kiscell és Nemesdömölkből egyesült 1903-ban Kisváros Vas megyében, és fontos vasúti csomópont. 1871-ben érte el a vasút Győr felől, ugye a Győr-Szombathelyi vonal akkor épült ki, és egy évvel korábban pedig már Székesfehérvárról is ideért a vasút, úgyhogy komoly csomóponttá vált, ma is nagyon fontos pontja itt a vasúti hálózatnak. Hát most nézzünk körbe ezeket a gyönyörű járműveket, gőzösöket nézzük meg. Ugye először is egy 424-es található. Én egyébként így a utazgatásom, hobbiskodásom elején, a 90-es évek elején, talán 91 vagy 92-ben jártam itt először, és akkor ez egy nagyon gyönyörű park volt, hát sajnos nagyon szépen föl voltak a járművek újítva, sajnos azóta elég sokat romlott az állapotuk, és itt többen mesélték, hogy sajnos nincs, aki ezekkel itt foglalkozzon, de még így is impozánsak. Hát egy kicsit ilyen pusztulat hangulatot is hoz a történetbe, viszont gyönyörű vasúti emlékeket nézhetünk meg. Közben itt a vasúti forgalom nem áll meg, ugye a BZ tolat átáll az egyik vágányról a másikra. Ja, ez nem is tolat, ez érkezik, mert ezen utasok voltak. És akkor itt egy kicsit a 424-est közelről meg tudjuk tekinteni, ez nem fog minket elütni, nem megy sehova, itt áll évtizedek óta. Hát egy kicsit eszi a rozsda, de talán egyszer majd lesz egy lelkes csapat, aki nekiugrik, és foglalkozik vele. Na, ugye itt a füstszekrény ajtaja, ugye, és akkor nem akarok ilyen nagy gőzös oktatást tartani, mert hogy nem értek a gőzösökhöz, de ilyen egy-két dolgot megmutatok. Ugye itt a légsűrítő, ugye ezt is gőzzel hajtották, ugye a vasúton ugye a légfék a legjellemzőbb, sőt az a főfék, úgyhogy ehhez szükség volt, meg van is a sűrített levegő előállítására. Most már azért sokféle fékrendszer van, de azért még mindig a légfék a fő fék a vasúti járműveken általában. Ugye itt egy ilyen kis futókerékpár, ez csak ugye tartja a mozdonyt. Ott mögötte megcsodálhatjuk a laprugókat. És itt mögötte rögtön a gépezet következik, ugye az alsóban a hengerek, amik hajtják ugye a rudazatot, a felsőben meg a tolattyú, ami szabályozza, hogy a dugattyú melyik felére menjen a gőz. Ugye ez ahogy forog a kerék és mozognak ezek a rudazatok, úgy szabályozza saját magát, és ezekkel a nagyokkal ezzel ugye hajtja a gőzösnek a kerekét, ezek a kicsik pedig, ugye, ezek pedig a tolattyút mozgatják. Hát nagyon érdekes és bonyolult mechanikus szerkezet, de egyúttal impozáns is, és nagyon szép, és a technika csodája, hogy korábbi technikai színvonalakon is nagyon nagyokat tudtak itt alkotni, eleink. Egyébként ugye a Ganz mávakban gyártották ezeket a mozdonyokat. Nemrég egy másik videóban, ugye a Dunakeszis videóban láttunk egy ilyen gőzösből egy üzemképeset. Ugye az a 247-es volt, aminek a légtartályára tévesen léghengert mondtam. Nézzétek el nekem ezt a tévedést. És pakúrásnak mondtam, holott az ma már nem pakúrával, hanem gázolajjal üzemel, ugye ma már a pakúrához nehezebb hozzájutni. Gázolaj, az meg ugye vasúti vállalatoknál azért van készleten, így a Nosztalgia Kft-nél is, hiszen dízel járműveket is üzemeltetnek, és így sokkal egyszerűbb volt erre áttérni. Ugye az állókazán, ugye ebbe fűtenek, és a konyha, ugye itt a súly táblázat, az ő, az talán az önsúly, hát aztán a többit azt nem tudom, ezt inkább majd valaki írja meg kommentben, talán a kiszerelt, hogyha ugye tüzelőanyaggal és vízzel ki van szerelve, gondolom annak a tömege, és akkor ezt valahogy össze kell adni, vagy az ő az nem az önsúly, hanem az össz, ezt nem tudom pontosan. Nem akarok ebbe belemenni és hülyeségeket mondani, de már egyébként már belementem, úgyhogy így jártam. Na, ezt is néztük múltkor, hogy kapcsolódik össze ugye a mozdony és a szerkocsi. Ugye ez is egy szerkocsis gép, ugye elől a gép, mögötte pedig a szén és a víz tárolására szolgáló kocsi, azaz a szerkocsi, egy ilyen szép négytengelyes szerkezet. Egyszerre áldás és átok, hogy ezekre a járművekre föl is lehet jönni. Ugye a legtöbb ilyen helyen lezárva szoktak ezek lenni. Hát ez nincs lezárva, sajnos, és szerencsémre, hogy fel tudtam jönni, és sajnos, hogy ez viszont ezeknek a járműveknek az állapotában, járműveknek az állapota sokszor csorbát szenved az ilyen látogatások kapcsán, mert hogy nem csak azok látogatják sajnos ezeket, akik meg szeretnék csodálni és leszeretnék fényképezni, hanem azok is, akik a rongálásban, hát nem mondom, hogy érdekeltek, de hogy az okoz nekik örömet, vagy hát nem tudom milyen célból teszik, akik teszik. Ugye itt lehet ezzel a szerkezettel a gőztöltést szabályozni, és akkor ezzel adagolják a gőzt. Ugye, hát itt mindenféle szelepek és karok és csapok találhatók, ezeket ne kérdezzétek, hogy mi micsoda. Talán ez a kazán vízszintet jelenti, vagy mutatja. És akkor egy nagyon fontos forgalmi szempontból, ugye ezzel indítják el a gőzöst, és ezzel állítják meg. Ugye két fékező szelep, ez ugye a fő fék még működik is, már hogy úgy működik, hogy lehet mozgatni. Ugye így van nulla állásban, itt van az oldó, meg azt hiszem ez a töltőoldó állás. Ne kérdezzétek, hogy milyen fékező szelep, talán D2-es, de nem értek hozzá, nem vagyok gépész. És akkor így lehet adagolni a fékfokozatokat. Ugye elég jelentős fékkésedelem van, tehát előre kell gondolkozni, hogy hol akar az ember megállni, és úgy szabályozni a féket. Itt van a gyors fékfokozat, hogyha ide a sarokba bevágjuk, úgy is szokták mondani a vasutasok, hogy bevágjuk a sarokba a féket, és akkor itt most föloldjuk, így, és föloldjuk, és nullába tesszük. Nem biztos, hogy szakszerű voltam, mozdonyvezetők javítsanak ki. Hát például nem szakszerű voltam, mert nem a nullába tettem. És akkor ez meg a kis fék, nem is tudom, talán Jancsi féknek hívják, na ezt nem lehet, ez már be van ide rozsdásodva, ez csak a mozdonyt fékezte. Na, itt a kazán, itt lapátolták be a szenet. Hát sajnos nem működik a kazánajtó, de ugye ezt zárva tartották, és akkor lapátolás előtt mindig kinyitották azért, hogy be tudják lapátolni, és nem tartották nyitva, hogy ne kifele dőljön a meleg. Egyrészt így is nagyon meleg volt a mozdonynak a konyháján, nem véletlenül nevezték konyhának, ugye a hőmérséklet miatt többek között. És hát egyrészt a gazdaságos üzem szempontjából is több szenet kell belapátolni, hogyha nem spórol az ember a tüzelőanyaggal. Ez nem olyan, mint a mai járművek, hogy nyomom a gázpedált, vagy húzom a gázkart, vagy a menetszabályzót. Itt bizony keményen meg kellett dolgozni minden egyes kilométerért. Ez azt hiszem lehet, hogy tévedek, de ez talán egy vészfék szelep. Ebben nem vagyok biztos. Ugye hát a gőzösök kialakítása, ez a hosszú orral nehéz volt kilátni a gőzösből, és ezért figyelő is teljesített szolgálatot. Figyelő fűtő, ketten-hárman voltak legalább a gépen, hát az attól függ. És a figyelő fűtő, amit látott azon az oldalon, az bemondta a vezérnek. Főleg amikor fordított állásba közlekedett a gép, amikor nem tudták megfordítani, és esetleg a jobb oldalon lévő jelzőket csak a fűtő látta. Na ott egy korosztálya fiatalabb, bár ma már szintén idős jármű, ugye egy Szili. És akkor nézzünk ki itt a fűtőházra. Ott szintén nem üzemképes járművek, ott hátul ilyen kibelezett bézék láthatók, ott a Halberstadti kocsik előtt. De az már üzemi terület, úgyhogy oda nem fogunk bemenni. Ja, és akkor ez a tekerős, ez meg a kézifék. Hát ennyit tudok a gőzösökről elmondani. Ugye itt hát ez már itt össze van rozsdásodva. Sajnos a szerkocsiba így nem tudunk benézni, de ott tárolták a szenet, és az oldalában pedig a víztartály, ami nyitva is van, viszont látjátok, hogy a vízdarukon, amit itt most nem látok, vízdaru, ami a vágány mellett van, ezt ide ráhajtották és beleeresztették a vizet, és ebből fejlesztette a gőzmozdony a gőzt. Na hát, akkor most lemászunk. Lejöttünk hát a gőzösről, és akkor menjünk tovább. Ugye a 424-es egy univerzális gőzös volt, ugye személyvonatokra, gyorsvonatokra, tehervonatokra egyaránt alkalmazták, hát inkább fővonalon, vagy nagyobb tengelyterhelésű vonalakon. És hát többek között ilyen régi fülkés első osztályú kocsikat is húzogatott, amiben most föl fogunk nézni. Nézegettem fotókat, hogy ezeknél sajnos elég rossz állapotok vannak. És most megnézzük, azt mondja, ezt a gyári táblát, Ungarische Waggon und Maschinenfabrik, 1962-es győri gyártású kocsi, és ott látható, akit érdekel, a kocsinak a gyári száma is, ez ilyen A sorozatú fülkés régi fajta személykocsi, első osztályú volt, és hát itt egyébként körülbelül azok az állapotok vannak sajnos, amik a szolnoki jármű temetős videómban is tapasztalható volt. Hát nézzétek meg, hogy hát az ablak kiszedve, kitörve, bedobálva ide a WC helyiségbe. Itt amennyire tudunk, körbenézünk. Ugye külön fülkében a mosdó, ez a kézmosó, ez régen a fülkés kocsikban divat volt, talán még valamelyik fülkés kocsiba most is látható ilyen, ugye ezek a kocsik még teli ablakosak voltak, ugye egybeüveg, így le lehetett húzni, úgyhogy ez a kis nyitózáró szerkezet rögzítette, ezt át lehetett hajtani, és akkor lehetett az ablakot leföl mozgatni, ugye kihajolni veszélyes, és hát akkor menjünk tovább. Hát nézzétek meg, sajnos már itt ki van fosztva, egyébként valaha egy impozáns első osztályú kocsi volt ez, ugye 6 személyes fülkékkel, szövetüléssel. A vészfék, amit ugye nem rángatunk feleslegesen, és hát itt lehetett utazni, már a csomagtartók ebből a fülkéből le vannak lopva, de megpróbálunk végigmenni. Remélem, hogy ez az üvegszilánk nem fogja itten teljesen a cipőmet, óvatosan próbálunk lépkedni. A cipőmet remélem nem fogja szétvagdosni az üvegszilánk. Megpróbálok óvatos lenni. Hát sajnos a csomagtartók például teljesen hiányoznak, gondolom a fémtartalmuk miatt tűnhettek el innen. Hát ez elég sajnálatos így látni. Kannás bor, úgyhogy lehet, hogy itt bandázások, csövezések, berúgások is történtek. Zsoltnak mondom, hogy nem én voltam. És akkor itt tovább haladunk. Ugye tükör és képek voltak a vagonokban. Annak idején teljes mértékben alapfelszerelés volt a függöny, ugye ilyen lehúzható függönyök voltak, de hát ezeket is erősen lopkodták, és akkor a rendszerváltás után eltűntek. Na talán itt meg is tudom mutatni a függönyt, közben érkezik a vonat. Ezt megpróbáljuk megnézni, ez az egyik, ez egy Intercity. Ugye egy IC kocsi van rajta, és azon kívül Halberstadtig, ilyennel jöttem én is, nem kaptam az Intercity kocsiba helyet, és ezért drágábban kellett utaznom a nem helyjegyes kocsiban, mert hogy az Intercityben van okos jegy, a nem Intercity kocsiban meg nincs, és azon nincs kedvezmény. Úgyhogy hát sajnos nem tudtam előre megvenni a jegyet, mert volt egy kis bizonytalansága az utamnak. Ugye itt van kiírva a kocsiosztály, volt egy kis bizonytalansága az utamnak, mert beállt a derekam, és így nem tudtam, nem voltam 100% biztos benne, hogy el tudok jönni. No, hát ezt elég szomorú látni, ezt a kocsit ebben az állapotban, de hát azért megnéztük, hogyha a cipőm szétmegy, akkor majd hirdetni fogom a PayPal-t, hogy cipőre gyűjtök. Na, itt egy kicsit normálisabb állapotban van a WC, de látjátok, hogy a WC-ben is van kézmosó, de volt külön régen a fülkés kocsikban egy kézmosó helyiség, így ha a WC foglalt volt, azért kezet mosni ki lehetett jönni, sőt én még olyanra is emlékszem, hogy borotválkozáshoz konnektor is volt, ilyen villanyborotvához ilyen kis konnektor is volt némelyik vagonban, de nem tudom, hogy az mennyire működött, akkor én soha nem próbáltam ki. Innen föntről ránézünk, ez is egy érdekes vagon, ezt fogjuk legközelebb megnézni, mindjárt csak nekem innen le kell másznom, amit óvatosan megpróbálok megtenni, ugye a derékfájásommal ez nem olyan egyszerű, de sikerült, és ez a vagon pedig ugye egy tűzoltó kocsinak a vagonja, és egyébként ilyen geocaching lelőhely is, itt találkoztam ismerősökkel, ugye más is jött erre a rendezvényre, amire én. Egyébként annyit hozzáteszek, hogy a kiállítás itt a Kemenesaljai Művházban július végéig látogatható. A Rikári nézői csoportban kint van a hirdetése a magának a kiállításnak. Egy ilyen plakátszerű valami, és majd kiteszem a YouTube oldalra is. Ugye a különböző átmérőjű tömlőknek a helye, az oltókészülékeknek a helye, ugye fönt nagy víztartály, és itt a, ha be tudunk ide nézni, nem tudom, hogy mennyire ez egy kicsit elhúzható, akkor itt tudott, itt látszik is a víztartály, itt tudott tartózkodni a személyzet, bár személyzeti kocsi is tartozott a tűzoltó vonatokhoz. Nem tudom, hogy ma még létezik-e tűzoltó vonat. Én nem nagyon találkozom vele, régebben a nagyobb fűtőházaknál voltak tűzoltó vonatok rendelkezésre tartva. Ma már nem tudom, hogy ez mennyire jellemző, lehet, hogy egy-kettő még van, de lehet, hogy már megszűnt, aki tudja, írja meg kommentbe. És itt még van egy jó kis felirat is, megtudhatjuk, hogy mikor gyártották ugye a kocsit. 1895-ben a Ganz és társa kocsi gyár készítette. Itt rá is van írva egy pár dolog, lehet, hogy a geokecses történet miatt van ez feliratozva, a többin nem volt ez a felirat, és viszonylag frissnek látszik. Kocsin körben 12 szekrény található, amiben a tűzoltáshoz használt segédeszközök voltak elhelyezve, 5 köbméter víz fért bele, és ezek szerint ebben is utazhatott a személyzet, 4-6 fő, és 50-nel mehetett. Hát ugye ezek még régi kis vagonka, ilyen kis küllős kerekekkel, nagyon jó pofa. Látjátok? És egy igen különleges kis szerkezet, és akkor nézzük meg, hogy milyen fakkok vannak, ugye 4-szer, hát 12 szekrényt, lehet, hogy a túloldalon máshogy vannak osztva, vederfecskendők, emelők, úgyhogy nagyon komoly kis szerkezet. Nézzétek meg, hogy néz ki a kocsi vég. Ugye ez ugye hagyományos, ugye ütköző, csavarkapocs, féktömlő, és akkor átnézünk ide a túlsó oldalára is. És igen, itt nagyobb fakkok vannak, azt mondja, hogy dugó létrák, és végül, de nem utolsó sorban szívó tömlők, tehát nagyon komoly szerkezetről beszélünk. Hát régen ugye nagyon nagy szerepük voltak a tűzoltó vonatoknak, nagyon fontos szerepük volt. Ma már azért leginkább gépkocsival közelíti meg a tűzoltóság ezeket a helyszíneket, ahol éppen a tűz keletkezik, de azért elképzelhető, hogy ma is szükség lehet ilyesmire. Mondom, nem tudom, hogy van-e még rendszerben tartva ilyesmi. Csak így egy pillantást vetünk a fűtőházra, ott vannak a roncsbézék, és ott van egy szili. Itt a bakterház, vagyis a torony. Gondolom akkor itt ilyen fényjelzős mechanikus berendezés lehet. Siemens-Haske vagy valami hasonló. De ezt így látatlanban nem tudom megmondani, és akkor arra van az állomás. Majd oda is kinézünk egy kicsit, mert hogy majd megnézzük a GYSEV szilit. Egyébként a mi vonatunkat is GYSEV szili húzta. És akkor ezt a kis parkot, egyébként maga a park, azt látjátok, hogy nagyon szépen rendben van tartva. Hát legalábbis a fű le van nyírva, aztán itt nőnek a szép árnyas fák. És akkor megnézzük a másik kis történetet, ugye ez pedig egy mellékvonali kis szerelvény, vagy szerelvény részlet inkább. Itt egy földkúp, és a földkúpon ugye a vágányzáró jelző, még egy kivilágítható változat, ugye. Ez azt jelenti, hogy vége van a vágánynak, nem kéne tovább menni. Ugye ott a vágány, itt egy földkúpban végződik, és ugye hát elvileg az alsó felében is volt egy ilyen fehér betét, de az már ugye innen sajnos eltűnt, ez is elég rossz állapotban van, ezt is megrongálták sajnos, de még megvan. Ennek volt állítható változata is, például fordító korongokon, ahol ugye így adott megálljelzést, és ha elfordították, most ugye nem fordítjuk el, hanem én fordulok el, akkor így szabad jelzést, hogy rá lehet, vagy rá lehet hajtani a fordító korongra, vagy lehajtani róla. Természetesen itt ebben a függőleges kis nyílásban is egy fehér ilyen tejüveg volt, és úgy adta a jelzést, tehát nem ez a fekete valami a jelzés, hanem maga a vízszintes fehér tégla, vagy függőleges fehér téglalap. Időnként beszélek hülyeségeket, a Laci mondta, hogy nézi a videóimat, és például amikor meséltem a Baranya Zselic Express bemondásáról, akkor Bakonyőrség Express-t mondtam a videóban, Ugye mind a kettőhöz van régi kötődés, és ezért összekevertem a két vonatot, és észre se vettem, csak így hónapok múlva kaptam meg a kritikát joggal. Na, ugye itt volt az átjáró, ezeket nyitották ki, és ezen nyitott átjárók voltak. Ugye ezt a kis valamit így oldalra kihajtották, azt a hídlást lehajtották, ugye rögzítették őket, és akkor át lehetett menni. Hát ezt nem mindenki szerette, ugye? De hát ez volt a technika, annak idején nem voltak zárt átjárók, vagy nem minden vagonon. Ez ugye egy ilyen kis kéttengelyes mellékvonali kis kocsi. A padok már teljesen kivannak belőle sajnos lopkodva, az üvegek kitörve, de még így is impozáns, így el tudjuk képzelni, hogy hogy nézhetett ki fénykorában. Az elrendezésből gondolom, hogy ez hát vagy első, vagy harmadosztályú kocsi lehetett, inkább talán harmad, mert hogy ugye nem egyenlően van a két oldal elosztva, és ugye a másodosztályon volt 2-2, a harmadosztályon 2-3 ülés osztás, és az első osztályon meg ugye 1-2. Úgyhogy ez vagy első, vagy harmadosztály. Hát itt itt ilyen maradékok, például a másik vagomból az ülés, és hát ugye az ajtók ide be vannak dobálva, hát ráférne szegény járműre egy kis renoválás, talán egyszer megtörténik, hogy megújuljon. Ez pedig talán egy motorvonatnak a vezetőasztala lehetett, talán egy AB motor, de aki jobban tudja, írja le, mert én ezt így nem tudom innen ebből megállapítani. Talán megpróbáljuk ezt itt fölemelni, és akkor jobban látszik. Hát ugye ebből is sajnos minden el van távolítva, úgyhogy nem egy olyan nagyon épületes látvány, de jó egy kicsit nosztalgiázni és urbexelni. Hát itt ilyen kis picike kis WC helyiség volt. Egészen más kialakítású, hát az egy régebbi történet, mint amit az előbb láttunk. A még régebbi történet, talán a század első felében, de még akár már a 20. századéban, vagy akár a 19-ből is származhat ez a kocsi, ezek a kéttengelyesek, ezek a fene tudja, hogy mikoriak. És akkor előttünk a kis gőzös, a 275-ös, ugye ez már nem szerkocsis, ez szertartályos, ehhez nincs szenes kocsi kapcsolva, hanem itt hátul ebben a puttonyban tartották a szenet, vagy hát Kisvasútnál egyébként még az is jellemző volt, hogy fát, és oldalt, a kazán oldalán van a víztartály, ugye sokkal kevesebb szén fért bele, meg sokkal kevesebb víz, de hát az ugye mellékvonali kisebb szerelvényeket kisebb távra húztak, tehát a célnak megfelelt, és most megpróbálunk innen is sérülésmentesen leszállni, ami sikerült is, kicsit belenézünk a futóműbe. Ez már egybeöntött kerék, nem olyan küllős, mint a másik, és a szép nagy laprugó, 80 km/h, és még a revíziós jel is rajta van, 89. 6. hó 30-án újították föl a kocsit, és gondolom nem sokkal később kerülhetett ide ki. Látszik a honállomás, hogy celldömölki állomásítású volt. A pályaszáma, akit esetleg érdekel, levegőzzük ki a kocsit. Ott van lenne a kormányszelep, az a féket vezérli, de nem nagyon látszik jól, úgyhogy majd ilyenről egyszer, hogyha bejutok műhelybe és engednek videózni, akkor fogok esetleg készíteni, ha lesz rá alkalmam, időm és lehetőségem. Megpróbálok ezen is gyári táblát keresni, de nem találok. Minden esetre nézzétek meg, milyen kis míves izé van itt a lépcsőtartónál, ilyen kis öntött vas történet, tök jól néz ki. Ilyen aranyos kis apróságokat tud az ember találni ilyen régi járműveken. Egyébként annak idején a Jurassic Parknak is csúfolták ezt a kis parkot, de akkor még nagyon szép állapotban volt, talán inkább a film ihlette a dolgot. Egy nagyon gyönyörű kis park volt, csak hát ugye itt az idő vasfoga megette. Ezt a tömlőt megmutatom nektek, ez a mai vagonokon már nincs. Ez egy vastagabb, mint a féktömlő, ugye ott a csavarkapocs másik oldalán látható a fővezeték tömlője és csapja. Ez egy vastagabb, ez a tömlő a gőzfűtésre szolgált, ugye a jellemzően a régi időkben gőzfűtés volt a vonatokon. Hát ugye praktikus volt, mert gőz tudott termelni ugye a gőzös, csak le kellett ugye róla csapolni valamilyen úton, módon, nyilván ennek a műszaki megoldása meg volt oldva, ezt most jól megmondtam, és hát itt B-t írt, tehát akkor ez másodosztályú, de szerintem az már az az idő, amikor megszűnt hivatalosan a harmadosztály, de a harmadosztályú kocsik nem szűntek meg, csak másodosztálynak nevezték őket. Szóval praktikus volt gőzfűtést használni a gőzös időkben, de egyébként még ugye dízeleken, tehát a nohabok, a púposok is tudtak gőzzel fűteni. Hát ezen nem találtunk gyári táblát, de akkor most a következő, hogy erre a kis gőzösre megpróbálunk majd mindjárt fölmenni, ugye voltunk a másikon is. 275 052-es, ez ugye kis kéttengelyes gőzös, legalábbis a kettő, az a két hajtott tengelyre utal, mert itt is vannak ilyen kis, hát nem is tudom, ilyen kis futókerekek, támasztókerekek, legalábbis hátul is, meg elől is. Ugyanaz a szerkezet, mint a 424-esnél, legalábbis hasonló elven működik, persze majd mindjárt a gőzös tudók mindjárt megmondják, hogy lehet, hogy más rendszerű, mert ugye gőzösből is többféle rendszer volt, de az alapműködési elv az ugyanaz. Igen, itt is van egy ilyen kis futókerék, az alapműködési elv az ugyanaz, csak hát ez sokkal kisebb. És akkor itt oldalt látjátok, hogy ez a kidudorodó nagy valami, ez a víztartály, és ez a szerkezet, ez egy ilyen kisebb példány, ez pedig a vízdaru, ugye ezt lehetett oda a víztartályhoz hajtani, a víztartály fölé, kinyitni a fedelet, és itt egy csappal csapot kinyitni, amit itt nem látom a csapot, és hát, hogy itt volt. Na mindegy, és a csapot kinyitni, és akkor engedte a vizet a mozdonyba, ugye ezt rendszeresen után kellett tölteni, mert ugye a vontatáshoz használta természetesen nem csak a szenet, hanem a vizet is, és ezzel a kis szerkezettel lehetett mozgatni, ezzel lehetett ki és behajtani. Na hát ez a kis 275-ös motorpótló mozdonynak is mondták, mert viszonylag lassan haladt a motorizációja, mármint a motorizációt nem csak azt értjük alatta, hogy motoros mozdonyok és kocsik és egyebek, hanem azt is, hogy motorkocsik, tehát hogy nem csak, hogy dízel vagy benzin vagy akár gőzmotor hajtotta, hanem maga az, hogy nem mozdonyos vonat, hanem ugye motorkocsik, viszonylag a század elején is szereztek be belőlük, de igazából a 20-as évek végén, a 30-as években terjedt el nagyon, de mivel nem volt belőlük elég, ezért ilyen kisgőzösöket is szerzett be a MÁV, főleg a hévvonalakra, nem a budapesti hévekre kell gondolni, hanem a mellékvonalakra, ugye helyi érdekű vasutak, és ott néhány kocsit ezek vígan elhúzogattak. Itt most akkor egy vágást fogtok látni, és fölmegyünk. És hát akkor nézzük meg ezt a gőzös konyhát is belülről. Ugye, itt a töltésszabályzó és irányváltó, itt más kialakítású. Ez egy más kialakítású fék. De nem tudom, hogy 1, 2, 3, 4, lehet, hogy ez a Knorr 5 vagy 6 állású? Ez 6 állásúnak tűnik, mert itt van 1, 2, 3, 4. És az egyik, most azt nem tudom, hogy ennek melyik volt az oldó, meg melyik a fékizéje, mert ugye a maiaknál úgy van, hát ma már ugye a motorvonalakon más van, hogy ugye itt volt elől az oldás, hátul a gyorsfék, ugye, de ez így a mozdonyvezető szempontjából fordítva van, tehát lehet, hogy fordítva volt, erről nem tudok nyilatkozni. És akkor itt is nézzük meg, ugye a szabályzó, ezzel adagolták a gőzt, ezt így na, így kell vezetni a gőzös Rikári tutoriál, hogy egy kis hülyeség is legyen a videóban. És akkor nézzétek meg itt a különböző csapokat, meg ne kérdezzétek, hogy melyik micsoda. De aki tudja, az írja le, bár elég hosszú komment lenne. Ugye itt is a kazán, és akkor itt nyitva van a kis szertartály, ugye innen lehetett a szenet belapátolni. Ugye itt bele is tudunk nézni a kis szertartályba. Hát igazából nagy élmény nincs benne, természetesen szenet nem látunk benne, egy kis szemetet, mást, meg faleveleket, mást nem nagyon. És akkor ott van mögöttünk a vagon, amit húzunk, de most ezt szépen becsukjuk, és akkor tulajdonképpen itt kinézünk a gőzösnek a kis ablakán, hát ugye ez jellemzően bekormolódtak ezek az ablakok, bár ugye látszik, hogy ki is lehetett nyitni, és leginkább úgy vezették a gőzöst, hogy kihajoltak itt oldalt, hát nem volt ám a gőzös vezetés egy egészséges szakma ebből a szempontból, ugye az ember teste a forróságba, télen a felső teste, az alsó teste a forróságban, a felső a hidegben, de nyáron sem lehetett, amikor 40 fokban itt még külön fűteni kellett, az sem lehetett egy kellemes történet. No hát másszunk le. Ugye folyamatosak a jármű mozgások, hiszen egy nagy csomópontról beszélünk. Ugye régen még több felé ágazott el, mert volt Fertőszentmiklós felé is vonal, ugye a fertővidéki hév, aminek most csak a Fertőszentmiklós-Pomogy-Nezsideri szakasza van meg. Ugye mai napig a GYSEV kezelésében, de az régen egészen idáig tartott. Ugye a hátam mögött Szombathely felé tudunk kihaladni, és tudnak a vonatok kihaladni, velem szemben pedig Veszprém, illetve Győr felé, illetve Celldömölk rendező felé, és most ki fog járni egy vonat, azt mindjárt felveszem nektek, és van még egy-két apró érdekesség itt ebben a parkban, ha már ilyen körbetekintőt tartunk, akkor ne csak a vasúti részéről emlékezzünk meg. Ilyen szerelvénnyel szívesebben utaztam volna, de hát nem ez jutott. Hazafelé majd meglátjuk, hogy mivel fogunk közlekedni. Még egy pillantás a állítóközpontra és a parkra, és akkor most itt erre még elnézünk, mert hogy itt van két emlék. Az egyik, azt az 1956-os forradalom emlékére, és gondolom a hősök tiszteletére, csak nem tudom elolvasni, mert nem akarok bemászni a virágágyásba. Szóval az 1956-os forradalom emlékére állították a celldömölki vasutasok, legalábbis tudomásom szerint ők. És akkor van itt egy másik történet, nevezetesen itt a Virágoskert túloldalán, ez pedig a most a szilit nem nézzük meg még egyszer, mert ugyanaz a mozdony végez tolatási mozgást, és ez az emlékkő pedig itt a virágágyás másik végében, pedig a vasútvonal, a celldömölki vasútnak a 100 éves évfordulójára 1971-ben emelték, Ugye, mint mondtam, 1871-ben érte el Celldömölköt a vonat, de ezt már nem folytatom, mert hogy ezt ugye már említettem, és nem szeretném magamat ismételni. No, hát én azt hiszem, hogy elmondtam és megmutattam, amit innen szerettem volna megmutatni, és amit itt el szerettem volna mondani. Én megyek ebédelni, és utána a kiállítás megnyitójára. Ha erre jártok, gyertek el, július végéig látogatható lesz a kiállítás Celldömölk központjában, a Kemenesaljai Művelődési Központban. Na, sziasztok! Csüssz!